Nagyon szeretek rajzolni akkor, mikor jó a kedvem. Pláne, ha családom nem pofoszkodik és nem lármázik a fülembe állandóan. Ez Tinti a szakácsnők. Nagyon kövér, de jóságos. Papa nem tudom, mit dolgozik, de híres és ügyvéd. Sok ügyirat van a padláson, azokra is rajzoltam. Most már bánom, ifjúság könnyelmű. Na ez meg én vagyok. George Hackett. De akkor, mikor rossz vagyok, csak Gyuri! Mert magyar származásúak vagyunk, főleg Tinti, ő makói, ami messze van Jeruzsálemtől. Ajaj! Nagyon aggódom, hogy mit fog szólni a papa, ha Tinti lehozza az ügyiratokat a rajzokkal. Istenem, mit tettem? Már bánom. Három nővérem van. A Lili, a Betty, a Susan. Már nagy lányok. Akkor, mikor este van, levetkőznek neglizsére. A papa azt szokta mondani, a nők olyanok, mint a kínai társasjáték. Olyan nehéz összerakni őket. Leveszik a turnőrjüket. Gombolják a sok krepdősin meg a perkát, kifűzik a méderjüket. Leveszik a frizurájukat a hajukból, és a szekrénybe rakják azokat. A fuszeklit meg a bugyit csak úgy ott hagyják, és akkor előveszik a naplójukat, és teleírják azokat. Ezek nappal folyton vihognak, és sútolóznak, ha nem zongoráznak. Este meg sóhajtoznak. Ja. Akkor, amikor 8 éves lettem, anyukám megkérdezte, Georgie, milyen ajándékot szeretnél a születésnapodra. Én azt mondtam, naplót! Mert már úgy gondoltam, elég nagy vagyok. De mivel nem tudtam a naplóírást, hogyan csinálják, fellopoztam mindegy kisegér Lili szobájába. Nagyon sok kulcsot kellett kipróbálnom, hogy passzoljon a fiókhoz. Végre megtaláltam a naplót, és kiírtam belőle egy oldalt. De egyszer csak nagyon megijedtem, mert azt hittem, jön valaki. Gyorsan kidobtam a kulcsot az ablakon. Este megint jött Mr. Schmidt, Lili udvarlója, az egy aglegény. Megkérdezte, Georgie, mit kaptál születésnapodra? Én meg megmutattam a naplót. Ő meg olvasni kezdte. Ki nem állhatom ezt az alakot, a péklapát kezével és a büdös szivarjaival. A múltkor is meg akart csókolni, inkább egy görény csókolnék meg. Drága Johnny-kám, szerelmem, mi lesz velünk? Mama azt mondja, hogy hozzá kell mennem, mert gazdag. Milyen hülyeségeket firkáltál ide? Kérdezte Schmidt úr. Ez nem hülyeség, Lili naplójából írtam ki. Lili ugrált, el akarta venni a naplót, de nem érte el. Schmidt úr nagyon dühös lett, kirohant az előszobába, leemelte a papa cilinderét, ami nagy volt neki, aztán a kijárat helyett sucs! Berontott a ruhás szekrénybe. Ekkor jött Tinti a teával, nagyot visított, és mint egy kövér béka felugrott az asztalra, mert Schmidt úr kirobogott a szekrényből, mint egy kísértet a dédi ruhájába gabajodva. Anyika azt mondta, elpuskáztál egy $500,000. Gyuri, a sírba viszel! Jaj, nekem, ráadásul a papa is megjött New Yorkból. Kész bolondok háza. Istenem, Istenem, milyen világot élünk. Mindenki a kulcsokat keresi. Felforgatják az egész házat. Édes naplóm, el is határoztam, hogy a magam gondolatait írom beléd, mert a lányok csupa butaságokat firkálnak össze. Hozzád jövök vigasztalásért, minden bánatomat a te lapjaidra írom. Tudom, hogy te megértesz. Szegény kisfiúk, bánatra születtek. Mindenki engem szapul. Olyan üres vagyok belül, mint egy trombita, és ma megint ugrik a vacsora. El is határoztam, hogy elmegyek hajótörötnek. Robinson leszek. Mert eddig csak 2,5-szer voltam, mert vacsorázni kellett mennem. Ha megnövök, és király leszek, igyekszem olyan jó lenni, mint egy vajas kenyér, és akkor is jóságos leszek, ha rosszalkodik a kisfiam, és pónilovat is kap, még ha eltöri az $1,000 érő öreg kínai vázát. Mint tegnap én. Hanem hát tegnap horgászni mentem, és képzeld, láttam, hogy egy cirkusz érkezett, és csinált nekem egy kunsztot a plakátragasztó. Igen, egy rendes, egy apró baka.
is határoztam, hogy mostantól jó leszek, és elgondoltam, látok majd olyan púpos vadállatokat, amiből a teveszőpokróc készül, meg élő fánkokat, meg rinocirkuszokat, meg olyanokat, amik a földrajzkönyvben vannak lerajzolva, vadállatokat és oroszlánokat, akiknek belenéznek a szájukba a cirkuszosok, hogy megtudják, éhesek-e. Ó, hiú álom a cirkusz, a papának elárulták a Schmidt-urat, meg a kínai vázát. Le is ereztem a függönyt. Szegény kisfiúkat megint bántják. Meghalt Mátyás! Oda az igazság! Mondta Tinti. Ágyő, kedves naplóm, olyan hosszúak a napok, mint az óriás kígyó. Kenyéren és vizen fekszem, se gyertya, se semmi, és azt se tudják, hogy milyen rossz egy kisfiúnak, ha szagolja, hogy csirke lesz vacsorára. Legalább csuknánk be a konyhaajtót. És kedves naplóm, mondd meg Tintinek, hogy elmentem hajótöröttnek. De még élek, és mondd meg Tintinek, hogy megkaptam a lekváros kenyeret. Kár, hogy nem sütött bele valami vasdarabot, amivel kiáshatnám magam a szobámból, mint egy Monte Cristo meg Iffára. És hogy még mi történik velem, majd holnap elmesélem. Adjuk!